hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, 15 tábor, népszerű a tiszafüredi szabadstrand, emberkereskedők megyénkben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 30-án 18 óra 5 perckor. Új gépek kerültek átadásra a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése részeként városunkban. A Karcagvárosi Önkormányzat és a Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Által közösen elnyert KEHOP 3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcagváros, valamint a Tiszató térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre projekt keretében új gépeket kerültek átadásra. A mai napon került sor az ünnepélyes átadó keretein belül a munkagépek átadására. Miért fontos ez a város számára? Kérdeztük Karcagváros polgármesterét. Ugye a hulladékgazdálkodás kiemelt jelentőségű, főleg a 21. században, amikor egyre több olyan feleslegessé vált dolog, hulladék, háztartási hulladék, elektronikai hulladék, és még sorolhatnánk tovább, keletkezik, amit természetesen kezelni kell. Ennek egy része olyan hulladék, amelyet újra lehet hasznosítani, tehát azok a gépek, amelyek most átadásra kerültek, jelentős része az újra hasznosítható hulladékoknak a szétválasztását, különválasztását, mozgatását, feldolgozását fogja majd segíteni. És természetesen az a két hulladékszállító gépkocsi, amelyben látszik, hogy a különbség, tehát egy nagyobb és egy kisebb, ezzel pedig olyan helyekre fognak tudni eljutni a hulladékgazdálkodás szakemberei, amelyet eddig nem tudtak megközelíteni. Tehát azok a kertvárosi részek, azok a keskenyebb utcák, azok a települések, hiszen több település tartozik a karcagi hulladékgazdálkodáshoz, azok a települések, ahol kisebb a kommunális hulladék, vagy az újrahasznosítható hulladéknak az összegyűjtési területe, ezért nem férnek el ezek a nagyobb autók, ők ezt a részt is meg tudják közelíteni. Én azt gondolom, hogy így válhat majd teljessé Karcagon is az a hulladékszállítás, amely eddig néhány utcába nem jutott el, vagy nem tudott más miatt bejutni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy óriási segítség lesz az itt dolgozó szakembereknek. A projekt keretein belül átadásra került egy úgynevezett kitológép és egy dízeltargonca. Ugye ez az a rész, ahol mozgatni kell azokat az anyagokat, amiről beszéltem, hiszen más fejlesztési része is van a hulladékgazdálkodási telepnek. Ugye épül egy csarnok, ahol hulladék válogató lesz. Itt fogják azokat az anyagokat szétválasztani, amelyet újra lehet hasznosítani. És természetesen ezért ezek, amikor összegyűlnek, óriási súlyuk van, tehát kézi erővel nagyon nehéz mozgatni. Ebben fog segíteni a most átadásra került targonca, illetve az az erőgép, amely ezeknek az emeléséhez, mozgatásához szükséges. Mint említettük, a projekt kedvezményezettje a Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. Megnéztük azokat a gépjárműveket, amit a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Szerzett be itt Karcagon. Két kukás autó, egy nagy és egy valamivel kisebb, hogy a kisebb utcákba, akár Berekfürdőn, a kertekbe is meg tudja oldani a hulladékszállítást. Rakodógépekkel én azt gondolom, hogy a 21. századnak megfelelően modern gépeket szerzett be ez a Kft. Én azt gondolom, hogy ezeket a fejlesztéseket, ezeket a környezetvédelmi fejlesztéseket mindenképpen jól végzi ez a cég, és Karcag és a környéke ellátása ebből a szempontból nagyon jó lesz. Több 10 millió forintba kerültek ezek a gépek minisztériumi támogatással, hiszen a Magyarország kormányának nagyon fontos az, hogy a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem jól haladjon, és én azt gondolom, hogy ezzel is megint lépünk egyet, hiszen a hulladékválogató mű, ami Karcagon és Tiszafüreden megépül, akkor még jobban tudunk abba az irányba menni, hogy szelektív hulladékgyűjtés még pontosabb és még jobb legyen itt a környéken. 15 táborban vehetnek részt a nyáron a refi diákjai. A részletekről Földváriné Simon Ilona igazgatóval beszélgettünk.
Mint kiderült, már ősszel elkezdték a táborok szervezését, mert bíztak abban, hogy nyárra rendeződik a helyzet. 15 tábort sikerült megszervezni a kollégáknak. Szeretném is nekik ezt a szervező munkát megköszönni. És mondhatnám, hogy a szélrózsa minden irányába mennek a gyerekek. Elkészítettük a szülők számára a Táboroz velünk ökosan című videót. Ezt feltettük az iskola Facebook oldalára, és ott mindenki átlapozhatja, mindenki végignézheti. A szélrózsa minden irányába mennek a gyerekek, a szülők a Táboroz velünk okosan című videóból tájékozódhattak. Vannak helyi táborok, a magvető tábor az egyik helyi tábor, aztán van egy hetes táborunk, a vakációs Biblia hét, a robotika tábor, a népzenei és néptánc tábor, ezek a helyi táborok. Aztán pályázatokon nyertünk a táborozási lehetőséget. A harmadik évfolyam az örökségünk tábor keretén belül Berekfürdőn fog eltölteni egy hetet a Megbékélés házában, illetve Hortobágy és a környék Tiszató. A negyedik évfolyamos tanulók Berekdarócra mennek, szintén ingyenes táborozási lehetőség. Hasonlóképpen az 5. A, illetve az 5. B osztály és a 6. A, ők is Berekdarócra mennek, csak az időpont természetesen más. Ez is egy ingyenes tábor. A diák önkormányzat megszervezte és megnyerte az ottalvós Erzsébet tábort. Zánkára fognak menni július közepén a gyerekek, pontosan 30 fő. És ne hagyjuk ki, ne hagyjam ki a nagyon népszerű Bringa Balaton táborunkat, a testnevelőnk orosz tanár úr szervezésében és vezetésével. A jövő héten hétfőn indul a csapat. A táborok részben ingyenesek, a pályázati forrásoknak köszönhetően. Részben ingyenes. Igen, pályázati forrásnak köszönhető. A Tiszántúli Református Egyházkerület pályázott az örökségünk táborokra, és tulajdonképpen már az elmúlt évben is, illetve ebben az évben is mi pályáztunk az egyházkerületnél, és 3 pályázatot nyertünk meg. Ezek a pályázatok ingyenesek, valamint az előbb elfelejtettem mondani, hogy 3 napközis Erzsébet tábort is pályáztak a kollégák. 6 osztály vesz részt 3 héten keresztül ebben a napközis Erzsébet táborban. Ez a tábor is ingyenes. Például a Varró 4-ben ott mind a 6 osztály az Erzsébet napközis táborban, illetve a Kálvin 5-ös épületben, említettem, a 3., a 4. évfolyam megy, a Kálvin 2-ben az 5., 6. évfolyam, és a zánkai ottalvós Erzsébet táborba pedig a nagyobbak mennek, és nem említettem, jó, hogy eszembe jutott, a konfirmandus tábort, a 7. évfolyam tanulói közül vesznek részt 42-en, 43-an, mindig változik, hál' Istennek a létszám, inkább felfele. Úgyhogy még a konfirmandus tábor is ott van. A pedagógusok is a jól megérdemelt nyári szabadságukon pihennek, feltöltődnek, és sok élménnyel jönnek ők is vissza, nem csak a gyerekek az új tanévre. Kellemes kikapcsolódást jelent térségünkben a nemrégiben felújított szabad strand Tiszafüreden. A tiszafüredi szabadstrand lassan mélyülő, gyorsan felmelegedő vize ideális a kisgyermekes családok számára. Hát mindenképpen lejöttünk ugye strandra, itt a kellemes vízben kicsit megfürdettük a testét, lehűtjük hűsben, árnyékban, de azért most már, bocsánat, ebédidő közelettével azért bevegyünk. Megkajálunk, és aztán visszajövünk délután. De így a lábacskáját ő is nagyon szívesen futkorászik benne. Pocakjára azért vigyázunk, meg hát pelenkát cserélünk, amikor kijövünk.
A strand jelentős felújításon esett át. 500 négyzetméteres tégrendszert alakítottak ki, ahol egy vízilabdapálya, egy napozó és egy játszósziget került kialakításra. Egész héten itt vagyunk a Nógrád megyei horgászszövetségnek a horgásztáborával a Tiszatónál, és hát hajnali horgászat után megmártóztunk itt a Szabadstrandon a nagy melegbe. Péntekig leszünk itt, annak érdekében, hogy kisebb legyen a kockázata a hőség ártalmainak. Hajnalban megyünk ki mindenféleképpen horgászni, amikor lényegesen kellemesebb az idő. Majd egy tartalmas reggeli után sok folyadékkal ellátva strandolunk, és délután is lehetőleg árnyékban hűs helyen végezzük azokat a feladatokat, amiket kiszabunk a gyerekeknek. Alapvetően itt van a strand a táborunk mellett, és ez nekünk nagyon könnyen megközelíthető volt. Nagyon jók a fürdési feltételek, és a gyerekek itt jól érzik magukat, meg hát a meleg ellen a jó hűs víz a legjobb ilyenkor. Több éven keresztül kényszerített nőket prostitúcióra Németországban és Svájcban egy szolnoki pár. Mindkettőjüket elfogták, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A közlemény szerint a pár férfi tagja szinte minden esetben álnéven ismerkedett meg későbbi áldozataival, akikkel rövid ismerettség után érzelmi kapcsolatot létesített. Egyiküket megerőszakolta. Később arra hivatkozva, hogy vállalkozása anyagi gondokkal küzd, a nőket erőszakkal vagy megtévesztéssel prostitúcióra kényszerítette. A sértetteknek Németországba vagy Svájcba kellett utazniuk, ott egy magyar nő fogadta őket, aki szintén kényszer hatására betanította őket. A kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettek által megkeresett és átutalt pénzt a férfi élettársa vette el. A férfi és a nő az elmúlt években csaknem 21 millió forinthoz jutott a szexuális üzletből. A napokban elfogták őket szolnoki lakásukban, majd előállították és emberkereskedelem, illetve pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatták ki a párt. A rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcak Média Centrum applikációnkat, az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!